Jó értelem árd kedvességet, a hitetleneknek útja pedig kemény. Olvasom a Példabeszédek könyve 13. fejezet 15. verséből, mert hiszen az eddigi két reggeli megfontolásunk után csak ez jöhet harmadikként amikor a Biblia törölmetszett egyszerűséggel a legmélyebb pontot és a legmagasabb pontot összeköti. A jó értelem átkedvességet. Miért a rossz értelem is? Igen, van. A világ tele van rossz értelemmel, a világ tele van olyan bölcsességgel, ami megrontott bölcsesség, amiről beszél Ezékiel könyve 28. fejezete. Isten bölcsességre alapította a létezést, a szeretet bölcsességére. Amikor valaki a szeretettel szemben álló törvényt, próbálta igazi törvényét tenni, vagyis hát az önszeretetet, abból is jön bölcsesség. Hát hány ember mondja ezt, hogy hát magamnak kell biztosítanom az életet, hát magam, magam útját kell, hogy járjam más, nem segít engem ezen az úton. Hány és hány ember hivatkozik arra, hogy segíts magadat, majd az Isten is megsegít a legnagyobb hazugságok vagy féligasságok, egyik ez a sokat idézett mondást itt a magyar nyelvterületen is, nem eljött azt kell mondanunk, hogy fogadd el az Isten segítségét, és akkor Isten útjain fogsz járni. De magunkon segíteni, magunkon segíteni minden önző praktikával, magunkat kihúzni a pácból, Magunknak biztosítani a jövőt, persze magunknak és családjainknak és a szeretteinknek mondjuk, és a két könyökkel való életet így akarjuk törvényesíteni. A Biblia szerint van rossz bölcsesség, megrontott bölcsesség, sajnos a világ tele van, tele van szórva világunk ezzel a megrontott bölcsességgel, és van jó értelem és a jó értelem áld kedvességet a hitetleneknek, a rossz bölcsességet követőknek az útja pedig kemény. Mert mindig beleütköznek különböző falakba, mert mindig, amikor maguknak akarnak valamit biztosítani, hát óhatatlanul beleütközik abba, hogy a másik ember is ugyanilyen önző módon kívánja magának biztosítani a jó létét, jövőjét. De hát ez óhatatlan kocsanásokhoz vezet, és a világ Tele van az ilyen nem olyan egyszerű, vagy nem olyan gyengét kocsanásokkal, sistergő összecsapásokkal, a háborúk vérengzéséig menő borzalmakkal, szörnyűségekkel, szörnyű szörnyű következményeket ért el a megrontott bölcsesség. A hitetlenek útja kemény, de járnak ezen a kemény úton. Erősen letapossák ezt a kemény utat, hogy maguk is majd kevesebb lelki ismert furdalással járhassanak rajta, vagy másoknak is előkészítse. A hitetlenek útja kemény. A jó értelem azonban lágy. A jó értelem ád kedvességet kedvesség vagy keménység, látság vagy kérlelhetetlenség. Hát az élet hétköznapjaiban is körülbelül e két dolog között választatunk. Nincs harmadik lehetőség. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Hagyjátok a lélek által meglágyítani a szíveteket. Minden igaz felismerés, ami a jó értelemhez vezet az végül is gyönyörű virágot érlel, és ez a kedvesség. Erre törekedjünk nem csak a mai napunkon, hanem határozzuk el, hanem hogy életünk mindennapján, és ne is veszítsük el ezt a szemünk elől, mert figyeljük meg, hogy egyik nap valamire azt mondjuk, hogy heuréka, heuréka, micsoda fölfedezés, Másnap már, ha visszatekintünk, mi is, mire, mire is mondtam én azt, hogy nagy fölfedezés, már el is felejtjük, az ember felejtő lény, ne felejtsük az igét, hogy a jó értelem át kedvességet, a hitetleneknek útja pedig kemény.